Szerveztük meg második alkalommal a Katolikus Egyetemi Lelkészség tánctáborát, ahol körülbelül 30 résztvevővel töltöttünk el 3 napot. Milyen táncokat oktattatok a résztvevőknek? Elsősorban West Coast Swinget oktattunk, amire nagyon kevés lehetőség van Erdélyben, hogy ezt tanulja az ember. És ezen kívül kitértünk szalszára és ruedára is. Voltak még mondjuk nem szokványos mozzanatai ennek a tánctábornak, ugye? Igen, legalább 2. Egyéb programok is voltak, ilyen volt a táncos kvízjáték, egy Jack and Jill verseny, egy sorsolásos verseny, és egy csapatvetélkedő. 3 csapat különböző koreográfiákat állított össze, nagyon szokatlan stílusú zenékre. Afrikai törzsitánc, írtánc, cigánytánc, kínai kortárstánc. És hogy találták fel magukat a csapatok? Te, mint zsűritag? Remekül boldogultak, és nagyon találékonyak voltak. És mi volt mondjuk egy érdekesebb mozzanat ennek a tábornak, akár az oktatás vonatkozásában, vagy mi volt másabb, mint az első alkalommal? Annyi volt másabb, hogy az első alkalomból tanulva több alternatív programot találtunk ki, és kevesebb volt a szabadidő, hát ilyen volt a csapatverseny, ami a szabadidő nagy részét elvitte. Épp ezért sűrűbben telt ez a 3 nap, és gyümölcsözőbben sikerült eltölteni. Szerinted, Márk, miért kellene valaki megtanulja ezeket a társasági táncokat? Hát elsősorban azért, hogy jól érezze magát és szórakozni tudjon általuk. És ezek nagyon jó közösségi dolgok. Főleg például a rueda, ami egy csoporttánc, és nagyon közösség alakító és közösség formáló, és nagyon sok helyen csoportterápiaként alkalmazzák a ruedát. Jövőre lesz 3. kell tánctábor, ugye? Biztosan lesz 3. kell tánctábor. És mit fogtok esetleg ott oktatni? Ugyanez lesz jövőre is, vagy valamilyen más formátumban, konfigurációban? Valószínű, hogy mindig más lesz, tehát mindig újul egy kicsit, de a lényeg mindig ugyanaz marad, hogy próbáljuk meg hasznosan eltölteni a 3 napot, és jól érezzük magunkat. És milyen táncokat ismételtek még a részvevők? Tehát volt mondja a hangsúly a West Coast Swingen volt, de milyen más táncokat? Az volt, ami újdonság volt, szalszából tanultak még egy-egy figurát, és azon csiszoltunk, és ruedából, az alapoktól eljutottunk egy olyan középhaladó szintig, tehát megtanultunk néhány figurát, amivel már boldogulni lehet. És milyen más táncokat táncoltak még a résztvevők itt a néhány nap alatt, ezeken kívül? Táncoltak diszkófoxot, csacsacsát, főleg a versenyen, a szalszát. Hát nagyjából inkább a latin táncokon volt most a hangsúly. A résztvevőkről annyit mondanék el, hogy nagyon, nagyon színes társaság volt, és nagyon sokféle ember fordult itt meg, de egy jó, nagy közös dolog volt mindenkiben, hogy táncolni nagyon szeretnek, és ez látszott. És az elméleti háttérrel is rendelkeznek, mert a kvízjátékon azért a csapatok... Igen, a kvíz az... egy általános műveltségi vetélkedő volt, de táncra kihegyezve, és nagyon, nagyon viccesen sikerült az is, és nagyon kellemesen telt.